Nem kötötte be magát, ezért büntették meg ennek a járműnek a vezetőjét. De nem ő volt az egyetlen. Szeptember 16 és 20 között roadpol akció keretében tartott ellenőrzést a rendőrség. Az ellenőrzés 5 napjában, igen magas számban, mindösszesen 1238 esetben tapasztaltuk azt, hogy a járművezetők nem használták a biztonsági övet közlekedésük során. Többségében lakott területen belül tapasztaltuk ezt a jelenséget, de előfordult magas számban lakott területen kívül is, és elvétve az autópályán is találkoztunk olyan emberekkel, akik nem kötötték be magukat. Ez minden esetben közigazgatási bírság kiszabását eredményezte, ami lakott területen belül 20 000 forint, lakott területen kívül 30, autópályán pedig 40 000 forint pénzbüntetéssel, valamint 3 és 4 büntetőpont kiszabásával jár. A passzív biztonsági eszközök között ellenőriztük még a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, illetve annak az elmulasztását is. Ilyen esetekben 28 fővel szemben kellett intézkedni, akik a gyermekéket nem kötötték be biztonsági övvel vagy gyermekbiztonsági ülésben. A segédmotorosoknál és a motorkerékpárosoknál pedig a bukós isak használatát ellenőrizték. Itt 3 olyan motorost találtak, akik nem vettek fel védőfelszerelést. Az akció során a baleseteket okozó főszabálysértéseket figyelték. Az ellenőrzés időszakában ittas vezetővel nem kellett intézkednünk. Az ellenőrzés idején egyébként 11 személyisérüléssel járó közlekedési baleset történt az 5 nap alatt, és a megállapítások azt mutatták, hogy minden járművezető, aki a balesetnek érintettje volt, az használta a biztonsági övet. Ehhez hasonló nagyszabású akció Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében októberben is várható. A passzív biztonsági rendszerek ellenőrzését pedig egész évben folytatja a rendőrség.